május 10-én Székesfehérváron állománygyűlés keretében hirdették ki, hogy az Észak-Atlanti Tanács egy héttel korábban, május 3-án azonnali hatállyal aktiválta a közép-európai több nemzeti hadosztály parancsnokságot. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szervezet ettől az időponttól kezdve közvetlenül NATO elöljáróktól kap feladatszabást és parancsokat, és nemzetközi katonai parancsnokságként immár részét képezi a szövetség haderő struktúrájának. Ugyanakkor a hadosztályparancsnokság három keretnemzete, Horvátország, Szlovákia és Magyarország továbbra is folyamatosan együttműködik a szervezet sikere érdekében. Denis Stretinyák vezérőrnagy, parancsnok beszédében úgy fogalmazott, minden itt szolgáló szakértelme és munkája hozzájárult ahhoz, hogy a hadosztályparancsnokság elérje az aktiváláshoz szükséges szintet. Hozzátette, a szervezet munkája a jövőben az eddigieknél is intenzívebb lesz, de jó csapatmunkával minden feladatot meg fognak oldani. All of us in the HQ MND-C are really happy about it, and this is a special moment for us. Although we are fairly integrated into the NATO community already so far. From this moment further, our work will be perceived differently, I would say more credible way. Arra a kérdésre, hogy a szomszédunkban zajló háború indokolta-e az aktiválást, a parancsnok elmondta. So there is no correlation between the war in Ukraine and our activation, since establishment of this initiative was initiated years before the situation in Ukraine escalated in the war. Although having in mind that there is a war ongoing in the neighboring country to our host nation, this will emphasize our mission, which is to contribute to the allied and regional security. Fontos hangsúlyozni, hogy az aktiválás nem jár csapatmozgásokkal, ugyanakkor jelentős lépés afelé, hogy a parancsnokság elérje majd a teljes műveleti készenlétet, melynek végső dátuma 2023. december 31-e. A szervezet több mint 100 fős állománya az elmúlt években és idén is több nemzetközi gyakorlaton vett részt, mindemellett pedig szervezeti szinten is folytatja a felkészülést. Az ünnepség keretében Sipos Ernő Péter dandártábornok átadta a szervezet parancsnok helyettesi beosztását a szlovák Tibor Králik dandártábornoknak. A korábbi parancsnok helyettes legteljesebb támogatásáról biztosította utódját. Elhangzott, az állomány továbbra is mindenkor kövesse a szervezet mottójában foglaltakat, legyen innovatív és bátor, valamint őrizze meg hitét. Tibor Králik dandártábornok kiemelte, az állomány eddig keményen, kiválóan dolgozott, és továbbra is erre lesz szükség, ha a kitűzött időre el akarják érni a teljes műveleti készenlétet. Mint mondta, lenyűgözte az itt szolgálók szaktudása és szorgalma. Igazi csapatjátékosként pedig ő maga is szeretne a legmagasabb szinten hozzájárulni az itt folyó munkához. Az aktiválási ünnepség részeként a székesfehérvári helyőrségi zenekar közreműködésével ünnepélyesen felvonták a NATO és a hadosztályparancsnokság lobogóját. A ceremónia a jeles alkalomból sütött különleges tortaköltemény felszeletelésével zárult.